Sziasztok! Én a Márton vagyok, és ebben a mai videóban WWE 2K20-nél fogunk, és azt fogjuk most megnézni, hogy a WWE Raw mezőnyében mit fog tudni kezdeni Rufus Golfit a HCV-ből, ugye? És betesszük őt majd a US Title divízióba, és meglátjuk, hogy a WrestleMania-ig meg tudja nyerni, tehát egy év alatt meg tudja nyerni Rufus Goldfeet e az övet, ugye? Szóval, lássuk is! Na, Eddie Shows. Annyi még előjáróban, hogy tudom, hogy most már az Alpha Academy a Raw bajnokai, és ugye oda fogjuk betenni Rufust, itt is abban. De nem nagyon csináltam át, hanem még mindig, hogy az RK Bro van ott, mert lusta vagyok megcsinálni most a izét, a... tehát az a felkedemét. Elite Division, Rufus Goldfeet-et beadoljuk. Egy ötödik helyre az úgy szolid lesz Rufus a kezdésnek. Szóval lássuk is, hogy bukkala vagyunk ki az első Raw-ra. Nem, majd the money in the bank az már jön. Majdhogy nem megy. Rey Mysterio-val van tag teamben Damien Priest, akkor veszik egy Mysterio Priest feud. Fogja itt kezdetét venni. Oh, és money in the bank. Lássuk. Mit tudunk? Bent leszünk-e? Várjál, United. Hát igen, Rey vs. Priest. Benne vagyunk, nem vagyunk benne a Money in the Bank mérkőzésben. Még egy Fatal 4. Hoppá! Rufus tagben EC3-vel Sheamus and Cesaro ellen kikaptunk, és Rufus kapta a pint. Extreme Rules-ra össze kéne hozni egy pay-per-view vint. Vagy hát először csak bukkolódni kéne. Nem sikerült. Estünk azóta a divízióba, vagy sem? Igen, nem tudom miért. Érdekes. Egyébként közben a Rey Mysterio lettem, hogy a US bajnak most gyorsan megnéztem, csak. De durva Rey Mysterio lett már így egyből a bajnok. Egyenlőre semmi. Semmi, de semmi. Hoppá! Rey Mysterio versus Rufus Goldfeet! Rufus Goldfeet! Behúzza a győzelmet, gyerekek. Így kell. SummerSlam 7-re kapunk egy Rey Mysterio versus Rufus, remélhetőleg. Remél. Hát, jó. Na. Priest is így volt, és Mysterioék. Mysterio és Rufus megnyerték ezt a mérkőzést. Na lássuk, van-e... Miért a The Miz? Amikor velem kezdett el mindent is. Hell in a Cell. PPV közeledik. Babirú! Esélyt kólálod, hogy jó vagy. Most hanyadikak vagyunk? Másodikok vagyunk, jó. Alakul. Közeledünk. Na akkor Hell in a Cell. Ájj, megint a Miz és Rey. És Rey Mysterio továbbra is megvédi a címét. A Hell in a Cell gálán. Ez az, mert Mojo Rawley-val megnyerjük a mérkőzést! Ez az Rufus. Most komolyan Rey Mysterio Bobby Lashley-vel kezdett el feudolni? Hát hanyadik ez a Bobby? Bibi Bobby. Én vagyok az első, Lashley meg a hatodik, mó. Na végre, na. Ajj, az első lúzunk Mysterionak köszönhető volt.
vagy Missionnak volt köszönhető. Ezt most meg kell bosszolnom, sajnálom. Miért a Miz van benne a mérkőzésbe? Rufusnál egy PPV mérkőzésem se volt. Halló? Kiváratják? Ezt most Rufusszal? Vagy csak a Road to WrestleMania-n nyerje meg? Az övet. Bro! Rufus! Tehát mi nem volt egy normális... Na! Mojo Rawley cool autója Rey Mysterio! Miért? Hebe? Bro! Nézzük már meg, hogy ki nyerte a izét, a rumlét. A rumlit. AJ Styles menjen, amúgy adom. Na, Robert Rutko, a Rufus Galtfeed, ott is van a vén. Nem tudom, miért mondtam így azt, hogy Goldfeed. Ebben nem vagyok benne. Egyszerűen nincs övmatch. Egyszerűen nem volt ebben az univerzumban még övmérkőzés. Rey Mysterio meg Heath Slater-re rivalizzi. Damien Priest. És Priest megveri ízét. Ha a Fastlane-en nem kapok title shotot, vagy nem kap Rufus title shotot, de hogy már Priest-tel kezd el megint izé cseszökedni. Minimum egy triple threat-et kell nekem kapni. Első helyen vagyunk, és nem. Meg a Miz-zel. Egy meccse volt ellenünk Mysteriónak, és azt is megnyertük, csak nem az övért ment. Nem, mert Titusszal, Titusszal, érted? Titus O'Neill-al. Meg triple threat-el Mysterio, amiben nem vagyunk benne. WrestleMania előtt már csak 2 hét van. Hát legyünk már benne. Chad Gable-kod a Rufus, ez csak győzelmünk van kb. Ha maximum egy vereségünk volt. Miről beszélünk? Végre köszönöm a nyitó meccsbe a Mánián Rufus-kod Rey Mysterio. Köszönöm Istenem. Szóval... Tegyék meg tétjéket, én senkivel nem leszek. Rufusnak sikerül-e? Sikerül-e legyőzni a Rey Mysteriót? Az aranylábúnak. Igen, ugye az övért megy, ja. És érkezzen a sztár, aki megnyitja az entranszával a WrestleMania-t. Rufus Gold. Szerintem már sokkal jobb lett így a gírje Rufusnak. Én nagyon adom. Ezt megnézzük, figyelj. Ez az Rufuson. Jó, az ellenfeled entrasz engem annyira nem érdekel. Bujaka, gyere azt veszítsé. Tehát Rufus kontra Rey Mysterio. Hatalmas nagy mérkőzés, de hát Rufus egyszerűen ennyi, kész, vége. Amúgy Rufus nem sokkal magasabb, mint Rey Mysterio, de az erőfölény az ott van bőven. Ez az. Virusszal Rufusnak szét kell jönni. Hoppá! A csalafintaság. A furfang. Az! Na!
És ez hol nem volt sportszerű? Vagy ez hol volt sportszerű? Haló? Haló, tessék, jó napot! Ja, értem akkor. Persze! Jó, nem már 619-t adsz arról. Felkasztod? Jó, az ő. Akkor már miért nem azt adtad, hülye gyerek? Ó, persze. Gyerünk, opasszum, opasszum, opasszum! Opasszum már visszajött Goldfeed a mérkőzésbe. Hiszen ez az, és szubmitálás, szubmitálás, szubmitálás. Kopog le Rey Mysterio. Hát nem kopogta le, de cserébe lelökött magáról. Ajjaj. Nagyon jó! Au. Nagyon jó, Rufus a sarokba megy, ott van a pálya, sok csalást ki lehet használni, már hogy sok furfangot, de Mysterio mit csinál amúgy? Haló? Ja, értem. Tehát Mysteriónak már signature-je van. Ez egy squash match lesz, én jól érzem. De Rufus csinálja valamit. Nagyon jó! Nagyon jó! Nagyon! Szuper! Persze. Ez az! Ez az! Na, van-e finisherem? Van neki is, de nem baj. Hoho! Azt hittem... Ó, 6-6-9! És? Double X handle! From the top! Vagy from the middle rope. Nem from the top. Ó! Ott van a aranyláb super kick! Jó napot kívánok! Egy! Kettő! Ez... Akárhogy is nézem, ez egy, kettő, három, kész! De nem értem, majd számol a bíró, de... Kettőig tud elszámolni, vagy mi van? Mit akar Mysterio? Ne! Rá az apronra! Ojjajjaj! Ez az! Nagyon jó! A furfang ismételten Rufustól. És az is ott van. Ez a forearm is betalál. Ez az, ismételten ki kell használni minden lehetőséget, ami a szabályzatban van. Most visszalöki. Mysterio-nak milyen comeback-je van, hagyjuk már a comeback-et, amikor éppen most fogja feladni Rey Mysterio. Add fel, és nem adja, nem adja. Au. Na, de ragadtassuk el magunkat. Rufus. Ájjaj, egy. Jó, köszönöm, nyugodtan ő hármat ad, mert ő Rey Mysterio. Kettő. Na, fejezzük már be a játszadozást. Ez baj. Nagyon jó, a furfang előjött a zsákból. Ja, hogyne. Hogyne. Nagyon jó. DDT! Nagy, ez is jó. Ez is jó. Mert mondjuk a kiszámoltatása nem lehet több csere, úgyhogy nem jó. Ja, kösz. Rufus, kelj fel! Rufus! Nagyon jó! A furfang! Az kapta! És készül befejezni Rufus Goldfeed! Super kick bent van. Az aranyláb super kick. Három. Rufus Goldfeed az úgy United States bajnok az év utolsó PPV-jén. De megcsinálta Rufus végül.
nem nagyon volt ennek a mester build-upja, de minek? Rufusnak nem kell sztori. Ő csak odajön és megveri az adott bajnokot, és ez itt most bizony így is történt. Itt volt ez a DDT, ez vagyok szép pat Mysteriótól, de a második aranylás superkick eltette pihenőre Rey Mysteriót, és Rufus Goldfield így már a WWE US bajnoka. Micsoda szimulálás volt ez, hölgyek és urak. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha akartok még ilyet látni a csatornán, akkor mindenképpen iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót, és én akkor ebből le tudom szűrni, hogy ilyenre van igény. Továbbá a leírásban megtaláljátok a Discord szerverünknek a linkjét, hogyha oda feljöttök, akkor biztosan nem maradtok le a hasonló tartalmakról, illetve a szavazásokról sem, amik ugye legtöbb esetben a csatornával kapcsolatosak, de van, hogy nem. Illetve feltettitek a kérdéseiteket a kérdések csatszobában, amiket én aztán a Q&A videóban fogok megválaszolni. Szóval, még egyszer köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Hello!